Emberi jelenlét vagy oltóanyag hiánya és a nem ideális időjárási körülmények. Leggyakrabban emiatt terjednek el szabadtéri tűzesetek. Különösen igaz ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, ebben a régióban ugyanis sajnos továbbra is jelentős a gondozatlan és széltől védtelen területek nagysága. Növényi hulladék égetéséből fakadó tűzesetek jellemzően kora tavasszal és kora ősszel fordulnak elő leggyakrabban, ezt támasztotta alá az elmúlt hónap is. Csak szeptember hónapban közel 50 ilyen szabadtéri tűzeset történt a megyében. Ahhoz, hogy ezeket a tüzeket elkerüljük, hiszen az ilyen jellegű tűzek 99%-a vagy emberi figyelmetlenség, vagy emberi szándékosság következtében következik be. Tehát ahhoz, hogy elkerüljük ezeket a tüzeket, néhány fontos szabályt be kell tartanunk. Belterületen, amennyiben szabadtéri tüzet szeretnénk gyújtani, magyarul növényi hulladékot szeretnénk elégetni, akkor minden esetben vegyük figyelembe, hogy az önkormányzatnak van-e helyi rendelete erre vonatkozólag, és amennyiben van, akkor nézzük meg, hogy erre az időszakra ad-e engedélyt ilyen jellegű égetés végrehajtására. Az ősz első felében jellemzően fél hektárnál kisebb kiterjedésű tűzesetekhez riasztották a tűzoltókat. A tapasztalatok alapján október elejétől már nagyobb problémák keletkeznek, hiszen a tömegesen lehulló faleveleket erdős és otthoni területen sokan elégetik, a terjedés pedig száraz időszakban gyorsan megtörténhet. Fontos tudni, hogy az őszi avar eltakarítására jóval praktikusabb és környezetbarátabb megoldások léteznek. Ott, ahol megoldott a zöld hulladék elszállítása, akkor ezt az utat válasszuk, lehetőség nyílik természetesen komposztálásra, és legvégső esetben történhet ugye ez az égetés, az említett önkormányzati rendeletek szigorú figyelembevételével, de nyilván tudjuk azt is, hogy ilyenkor ezek a falevelek még nem kellően szárazak ahhoz, hogy tökéletes égés következzen be, tehát környezetvédelmi szempontból nyilván megterhelhetik a levegőt, hogyha végül is az égetés folyamatát választja az ember. Leskovics Zoltán hozzátette, már folynak az előkészületek arra vonatkozólag, hogy jövő évtől minden szabadtéri tűzgyújtás kerüljön tilalom alá. A tiltás jelenleg csak időszakosan van érvényben, melynek idejét a katasztrófavédelem határozza meg. Tűzeset okozásáért egyébként a jogszabályok alapján 20 000 forinttól 3 millió forintig terjedhet a bírság.